Tarlós István főpolgármester a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Volt tegnap egy népszavazás. Mit szól az eredményéhez? Hát nézze, három dolgot tudok röviden elmondani. Az egyik az, hogy egy érvénytelen népszavazás az érvénytelen népszavazás. Ez egy jogtechnikai kérdés. A másik, hogy ettől függetlenül, amit korábban is sejtettünk, azért az egyértelműen kiderült, hogy a magyarok túlnyomót elsöprő, valóban erre lehet mondani elsöprő, de inkább a túlnyomó kifejezést használom, túlnyomó többsége a migránsügy megítélésében egyetért a kormánnyal, hogy az ellenzéki pártok nem gondolhatják komolyan, hogy a távolmaradók velük értettek egyet. De ez az sem jó az a mondat, hogy a túlnyomó többség a kormánya, mert akkor meg lenne a többség, és érvényes lenne a népszavazás. Mondom, egyet ért feltehetőleg, hát ha közelfele elment az embereknek, és ilyen arányok vannak a távollevők esetében, se nagyon lehet túlzottan ettől eltérőt feltételezni. Ez komoly dolog azért. Aki már elment. A másik, amit mondani szeretnék, vagy a harmadik, hogy azért ez a migráns probléma egy komoly probléma, és az, hogy az ellenzéki pártok most belpolitikai következményeket remélnek, ez érthető. Hát az, hogy a miniszterelnök mondjon le, ez butaság, nézze meg Németországba, Merkel és a pártja sorba választásokat veszít el, és mégsem merül fel a lemondatása, tehát ez a része komolytalan a dolognak. De tudja, miért mondják? Azért, mert azt mondta korábban Orbán Viktor, hogy ez a kérdés áll az ő politikájának a középpontjában és az első helyen. Hát ha ez áll, akkor ebbe ő most a többségi társadalmi megítélés alapján belebukott. Hát szerkesztő, azért ez a téma, ez központi helyen áll mindannyiunk gondolkodásában és érzelmeiben. Az én számomra nem egy aktuál politikai kérdés volt az egész népszavazás, hanem maga a migráns ügy ettől még továbbra is központi kérdés marad. Hát hiszen ez az. Azt írják a Facebookon, a Budapest ismét bebizonyította, hogy hősváros és ellenáll a politikai nyomásnak és a lelki terrornak. Meg hasonló megfogalmazásokat látunk, azért, mert itt volt a legkisebb a részvételi arány a fővárosban, illetve hogy közel 20%-os volt az érvénytelenül szavazók, de szavazni elmenők aránya, ami egyfajta demonstráció nyilvánvalóan. Mit gondol erről? Hát azt, hogy nekem most megint a várost kell megvédenem, mert nem Budapesten múlott a dolog ugyanis. Ha megnézte, külön hozták a vidéki eredményeket, és a vidék is 44% körüli eredményt produkált, tehát mielőtt még valakinek eszébe jutna, hogy Budapestet tegye felelőssé, ez nem áll fenn. Ez egy ilyen kormány lenne, amelyik Én nem azt mondtam, hogy megtorolná? Én mondtam, hogy a kormány. Én kérdezem. Én azt mondtam, hogy valaki. Mivel szembe kell megvédeni Budapestet? Bárki, ma bárki kommunikálhat. Elég divatos lett Budapestet ostorozni, tehát rögzítsük, vagy állapítsuk meg. Egy egyszerű tény megállapítás. Nem Budapesten múlt a dolog. A vidék is bőven elmaradt az 50%-tól. És az, hogy Budapesten a kormány ennyire nem tudta az akaratát keresztül vinni, érvényesíteni, miközben hát amerre léptünk, volt egy kék színű plakát. Erre mit mond? Hát nézze, nem mondok semmit. Tudja jól, hogy én is vezettem népszavazási kampányt 2008-ban. Én voltam a sikeres népszavazási kampány politikai vezetője. Az olyan volt, amilyen volt. Ez most ilyenné sikerült. A miniszterelnököt támadni akkor lehetne, hogyha az igenek kerültek volna a többségbe. Na, hát ilyen kérdés. Hát 98-1 arányba körülbelül a... Ez így van. Na jó, van egy vitája Lázár Jánossal, ami most már szerintem egy egyszerű politikai vitánál kezd több lenni. Ugye volt múlt héten egy kormányinfo, aminek a végén, vagy következtében Lázár János még bocsánatot is kellett, hogy kérjen öntől, mert olyanokat mondott, amivel kapcsolatban kiállt és bizonyította, hogy ezek tényszerűen nem igaz állítások. Ilyen a személyes viszonyuk? Van egyáltalán személyes viszony? Szerkesztő úr, hagyjuk már ezt a személyes viszonyt, mert ennek nincs jelentősége. Itt arról van szó, hogy... Nem érezte, hogy személyében támadja Lázár János, amikor olyanokat beszélt, hogy nincsenek írva a közbeszélések. Meg sem említette a nevemet, és tekintette arra, hogy nem én írom ki a pályázatokat. Szerintem erről a vonalról le kéne szállni. Melyikről? Erről, hogy a Tarlós a Lázárt, meg a Lázár a Tarlós. Nem ez a lényeg. A miniszter úr Budapesttel teszi azt, amit tesz, és én ezúton is arra kérem, hogy ne tegye, mert úgy látom, hogy nem tudja, mit csinál.
itt ugye három körül, ha közel három debrecennyi utas szállít ez a hármas metró, ez azt jelenti, mintha minden debreceni a Csecsemőtől a Matuzsálemig háromszor fölülne a metróra naponta, és lassan-lassan tényleg eljutunk majd oda, hogy valóban veszélyes állapotba kerülhet. Itt a folyamatokat lassítani, az több, mint felelőtlenség, és muszáj ismételnem, mert megfelel az igazságnak, és én úgy gondolom, hogy az emberek érzik is, hogy ki mond igazat, és ki nem. Ne haragudjék. Általában meg szokták érezni. Többet Budapest, ha így folytatódik, de már ettől a perctől kezdve is, a hármas metró körüli időhúzásokért nem tud felelősséget vállalni. Menjünk akkor sorba. Ugye a miniszter úr azt mondta, hogy egyetlen egy közbeszerzési tender sincs kiírva. Én azért hoztam kivételesen egy papírt magammal, hogy nehogy téves adatot mondjak. 8 tendert szükséges kiírni a hármas metró infrastruktúra felújítás kapcsán. Mind a 8-at rég kiírtuk. A tervezésre február 17-én, a sínek beszerzésére még tavaly december 22-én, a kitérők beszerzésére szintén tavaly december 23-án, a felszíni forgalom technikára 2016. március 22-én, a déli szakasz állomásainak felújítására 2016. július 1-én, a középső szakaszéra július 4-én, az északira szintén július 4-én, és az alagútra és a biztosító berendezésre is már több mint két hete ki volt írva a tender, mikor miniszter úr megszólalt. Hozzáteszem, itt azért kellett szeptemberig várni, mert a kormány embere húzta az időt, és a miniszterelnöknek kellett közbelépnie. Tudja képzelni azt a helyzetet, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök tudta nélkül támad ilyen módon? El tudom képzelni, mivel akkor a miniszterelnök eléggé el van foglalva külpolitikai kérdésekkel. Nem az első eset, hogy miniszter úr téved, Lázár miniszter úr. Hát amint itt a tényekből hallotta, a legóvatosabban fogalmazva sem fedi a valóságot az, amit miniszter úr mondott. Tehát úgy gondolom, Lázár János tájékozatlan? Neki és az embereinek gyorsítani kell és összpontosítani, különben a Fidesznek lehet nagyon nagy problémája Budapesten. Tájékozatlan vagy szándékosan félretájékoztat? Hát mit gondol erről? Meg kell kérdezni a környezetétől, én nem akarok itt találgatni. Ami tény, az tény, és nem véletlen, hogy elnézést kellett kérnie, bár még abba is csúsztatás van, amit akkor mondott, a dátumokat hallotta, ebből kiderül, hogy nem arról van szó, hogy néhány napja vannak ezek a tenderek kiírva, és egy külön szám a buszszolgáltatás tendere, ugye, ahol betámadták a mi tenderünket, ami maga a képtelenség. Tehát ugye először is a BKK jogászai vitatják, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter úrnak egyáltalán lett volna jogalapja arra, hogy kezdeményezze ezt a felülvizsgálatot. Először is ugye itt, ha kedves nézők elvesztik a fonalat, az a vita tárgya, hogy egyáltalán honnan rendelhetnek mit, milyen jogcímen. Igen, hát ha nem vesztik el a fonalat, hogyha összefoglaljuk a lényeget. Ugye, még nem biztosítjuk a kiváltó autóbuszokat, mikor a metrót le kell állítani, addig nem lehet a infrastruktúra felújítás sem megkezdeni, mert akkor nem lesz, ami szállítsa az utasokat. Erre megy egy vita, ugye a kormány végül úgy döntött, hogy szolgáltatást vásároljunk, ami sokkal drágább. Ennek én ellenálltam, mikor a kormány bevállalta, hogy a többletköltségeket vállalja kormányhatározatban, akkor azt mondtuk, jó legyen, ha a kormánynak van egy távlati koncepció, és kifizeti a zenés felárat, akkor mi nem megyünk szembe. Na de mi következett? Ezek után júniusban ismert volt a döntés, júniustól a Volán, amelyik érdekében most miniszter úr ugye fellépett a közbeszerzési döntőbizottságnál, ez önmagában is vitatható jogászok szerint, mert hiszen, mint kiderült, egyetlen állami cég a pályázók közül a Volán, hogy egy cég érdekében föllép a miniszter, ez nem feltétlenül harmonizál az ide vonatkozó jogszabályokkal, mondják a jogászok, de ami ennél egyértelműbb, hogy az volt az indok, miszerint mi, mármint a BKK, kvázi kizárta a Volánt, olyan feltételeket és olyan határidőket szabott, hogy a Volán nem tud elindulni. Na, ehhez képest a Volán
a saját buszbeszerzésére vonatkozó tendert elindíthatta volna júniusban, de csak szeptember 22-én indította el. Feltételes közbeszerzés létezik, 3-4 hónapig semmit nem csináltak. Emellett maga az indok önellentmondás, mert a Nemzeti Fejlesztési Miniszter úr 23-án kérte a felülvizsgálat, beadta a felülvizsgálati kérelmet, arra hivatkozva, hogy a Volán nem tud pályázni. Miközben 22-én a Volán pályázott? Na, az a saját busztender. A mi beszerzési tenderünkre, mert ez volt a kizárás, vagy a felülvizsgálat alapja, ehhez képest 26-án beadta a pályázatát. Tehát nem is aktuális, nem tudom, mire szól ez a felülvizsgálati kérelem, és még egy van, ami ez döntő. Ez az egész, nem arról szól, hogy nincs nem pénz. Arról, hogy ezt hadd mondjam el még. Tehát, hogy ígéret van pénzre, és húzzuk nem hiszem, az időt vele. Nem, nézze, mindegy, befejezem még a gondolatot, tehát ami aztán végképp illuzórikussá teszi a dolgot, hogy a közbeszerzési döntőbizottságnak most egy olyan tendert kellene megsemmisítenie, ami tendert már egyszer jóvá hagyott. Nem tudom, hogy lehet elvárni, hogy hülyét csinálja magából. És ami teljesen jogszerűtlennél teszi végképp a dolgot, hogy 60 napja lett volna a miniszter úrnak, hogy kezdeményezze a felülvizsgálatot, ennyi a törvényes határidő, és ehhez képest a 98. napon kezdeményezte, tehát nem tudom, miről beszélni. Normális országban ilyenkor nincs téma. Tehát 60 vagy 98. Én komolyan mondom, nem értem, mert na, akkor mégis visszakérdezek. Nem arról szól ez, hogy nincs pénz. Tehát van kormánygarancia arról, hogy ezt fizetjük, azt fizetjük, és alapvetően semmire nincs pénz. Hát nézze, vannak dolgok, amikre kell, hogy pénz legyen, és szerintem a miniszterelnök ezt tudja is. Hát ez a 3-as metró felújítás nem tréfa dolog. 40 éves a legrégibb szakasz ennek a metrónak. Itt mese nincsen, elmondtam én is, mások is többször már. Több utas szállít ez a metró naponta, mint a MÁV országosan. Ha ezt le kell állítani, ugye nem az utóbbi 4-5 évben lett 40 éves ez a metró, ha ezt le kell állítani, akkor az egy politikai skandalum a kormánynak is, és az engem támogató pártnak is. Én 2012 óta hajtom ezt a dolgot. Az égvilágon dokumentáltan mindent megtett a főváros. Most olvastam fel, hogy hogyan állunk a tenderekkel. Tehát az ilyen kommunikációt visszautasítom. Egyszerűen a kormány ebben a kérdésben nem tud intakt maradni, mert papírok igazolják ennek az ellenkezőjét. A lambda azon a térfélen pattog, én most miniszterelnök úrhoz fordultam. Kapott választ, hogy aki mi az játszik, időpont? Pénteken írtam a levelet, telefonon beszéltünk. Igen, kaptam ígéretet másodika utáni hétre. Gondolom, hogy ez sorra is kerül. A múltkor is, mikor beavatkozott a miniszterelnök, előbbre léptünk. Ne arra ugyan muszáj mondanom, mert ez tényleg alapvető közjó. Vannak dolgok, amivel szabad szórakozni, egymást fricskázni, ha ez úgy tetszik, ha már nincs erős ellenzék. Meg vannak dolgok, amikkel nem szabad játszani. Én két ilyet mindig megneveztem, most is ezt teszem, a 3-as metrót és az árvízvédelmet. Az összes többivel lehet szórakozni, mert hogy mikor fejezzük be az állatkertet, a Margit-szigetet, vagy mikor épül meg a megfelelő számú őrzött P+R parkoló, ez se jó, ha húzódik, de attól senkinek nem lesz baja. Én tényleg ezúton is arra kérem a kormányt, és még miniszterelnök urat is, hogy a 3-as metróban eljátszunk, mert ebből nagyon komoly baj lehet, és a főváros mostantól kezdve nem vállalja a felelősséget időcsúszásokért, az meg, hogy Lázár miniszter úr elnézést kellett kérjen, ez önmagáért beszél, ő nem olyan nagy elnézést kérő, ön is tudja. Ennek köszönöm, hogy eljött hozzánk.